A védikus írások erről arról beszélnek, hogy mi mindenki lelkek vagyunk. És amikor mi testben vagyunk, férfi, női test, ez nem a, ez a, úgy hívják, hogy svabhava, ideiglenes azonosságunk. És minden, ami segít a valódi lelki azonosságot elérni, az mindig jó. Ami jobban eltéveszti minket, hogy kik vagyunk mi, az rosszabb. A régen is voltak személyek, akik változtatták a nemeket, valakik nem kellett műtét, hanem misztikusan is tudták, de végül a védeknek az a lényege, hogy mindenki Istennek a szolgája, Nitya Krishna Das, és amikor valaki eléri a lelki megvalósítást, akkor elégedett lesz azzal, ami van, és nem lesz egyáltalán ez szükség, hogy változtasson az én nememet. Ugyanakkor, hogyha ilyen vágy marad, nem baj, mert akkor következő életben úgy is fog születni, hogyha az a férfi, aki nőkhöz ragaszkodik, vagy nő akar lenni, következő életben lesz nő testében. Az egy kicsit természetesebb, mert azért a műtét, a ilyen beavatkozás nem annyira jó dolog, nem jóságos. De mondom, ez minden vágy, amit akarja ember megváltoztatni magát, ez csak boldogtalanságot tükrözi, nyugtalanság, boldogtalanság, és gondolja, hogyha megváltoztatom, akkor boldog leszek, de nem. Hogyha visszanyerem kapcsolatot Istennel, akkor boldog leszek. Itt erről van szó, védáknak ez a véleménye. Isten, hogyha életünkben van, akkor boldog leszek. És a műtétről, ahogy már mondtam, hogy általában műtétek nem ajánlottak, és jobb, hogyha ember elfogadja azt a testet, amit kapott, hogyha nem találja meg Istent, akkor következő életben úgyis lesz más nemű testje.